A Magyar Neuroimmunológiai Társaság 2014-ben alakult, így még fiatal társaságnak számít. Azonban ez egy viharos gyorsasággal fejlődő szakterület. Ezért is tartanak minden évben egy nagyszabású kongresszust, amelynek keretében a legfrissebb szakmai információkat osztják meg egymással és az érdeklődőkkel a szakemberek. Volt szó egy kitűnő előadásban a úgynevezett immun eredetű agyvelőgyulladásokról, amik eddig teljesen egyértelmű, a többségük halálos betegség volt. Ma már ismerjük ezeket, néhány éve ismertük meg, hogy vannak egyáltalán ilyen betegségek. És ma már kezelhetők ezek a betegségek, amelyek néhány évvel ezelőtt még vagy halállal végződtek, vagy súlyos elbutulással. Ezek egy része ma már gyógyítható. Erről volt szó például, nem gyakori betegség, nem már gyűlnek a tapasztalatok Magyarországon, és évente század nagyságrendben kellene ilyen betegnek előfordulna Magyarországon. A kongresszus fő területe mindig a vezető betegség, vagyis a szklerózis multiplex, amely a legnagyobb létszámú betegcsoportot jelenti. A központi idegrendszer gyulladásos autoimmun megbetegedése közel 10 000 embert érinthet Magyarországon. Főleg 20 és 40 éves kor között jelentkezik, és az előfordulása a nőknél 3-szor gyakoribb, mint a férfiaknál. Az elmúlt másfél évtizedben sokat fejlődött ennek diagnosztikája, és új terápiás lehetőségek is megjelentek. Az MRI rendszeresen bevezetése körül, hogy a likvor diagnosztika, tehát az agyfolyadék, a lumbálás követően kapott agyfolyadéknak a precíz analízise, újabb adatot ad a klinikai tünettan mellett arra, hogy valójában milyen betegségről van is szó, az az elfogalmazódott meg, hogy a betegeket mielőbb el kell kezdeni kezelni, nem nagyon szabad várni. Attól függően, hogy a betegnek milyen a súlyossága és az előbbi adatok, tehát részben a klinikai állapota, az MRI vizsgálat során kapott eredmény, egyértelműen ad az orvosnak támpontot ad, hogy milyen erősségű gyógyszerrel kezdje a kezelést. Az elmúlt években olyan nagy hatékonyságú gyógyszerek és módszerek váltak elérhetővé, amelyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a betegek jelentős része hosszabb ideig, akár 3 évig is viszonylag jó állapotban legyen. Egy ilyen kezelés azonban akár 15 millió forintba is kerülhet.